2023. december 31-e után szinte lehetetlen lesz az életet választani. A növekvő nyomás hatására az emberek pánikba esnek, és mindenki a testét akarja majd megmenteni. A látható veszedelem miatt, amely fenyegetettséget jelent a test számára, mindenki a láthatókat akarja majd megmenteni. Ezért még kevésbé fogják hallani az emberek a lélek hangját. Ezt mondja az Úristen, aki meg akarja tartani az életét, meg akarja menteni az életét, elveszíti azt, aki pedig elengedi az életét. Jézus Krisztus szaváért örökre megtarthatja azt. Ezt, mint tudjuk, Jézus maga mondta, hogy az emberek mindig is a láthatókat akarták megmenteni, de a láthatók, mint látjuk, nem menthetők. Senki sem tudta megmenteni a láthatókat. Ezért mondtam el azt a kemény példát többször is, ami történt itt Székelyföldön, hogy egy felfúvalkodott, öntelt, gazdag ember egyszer azt a kijelentést tette, hogy az Úristen már elkésett azzal, hogy őt megszegényítse, leszegényítse. És rövid időn belül az történt, hogy ő ágynak esett, nagyon megbetegedett, és addig élt, amíg a saját szemeivel látta, hogy széthordják az ő vagyonát. És miután ez megtörtént, a saját hányásában és szarában kellett meghaljon ez az ember. Tehát látjátok azt, hogy az emberek mindig a láthatókra néznek. Nem hiába mondja mindenható Isten Pál apostol által, hogy mi nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig, óráig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Tehát nyilván Istennek a szava, amit mi megkaptunk Jézus által, akit szégyellünk itten Székelyföldön, az láthatatlan, ugye? Azt vagy halljuk, vagy meghalljuk a szívünkkel, vagy nem halljuk meg. És sokan bármit is látnak odakint, nem hogy sokan, hanem azok, akik úgymond Isten gyermekévé váltak és újjászülettek, úgy, ahogy mondta Jézus, bármit is látnak odakint a külvilágban, ők nem annak hisznek. Őket nem az érdekli, hogy mit mondanak a hírek, mit mond a papbácsi, mit mond a politikus, mit mond anyuka, mit mond apuka, hanem őket az érdekli, hogy mit mond a mindenható Isten, mert csak az örökké való. Tehát Jézus azt mondja, hogy az ég és a föld is elmúlnak. Nem, hogy az autó, nem, hogy az én vállalkozásom, nem, hogy az én vagyonom, az én házam ugye el fog múlni, az enyészet martalikává fog válni, hanem az ég és a föld, tehát úgy, ahogy azt ismerjük, az ég és a föld is el fog múlni. Ezt mondja Jézus, de az ő szavai sosem fognak elmúlni. Ennek ellenére itt a Székelyföldön szégyellik az ő nevét és az ő szavát az emberek, és emberek szavát követik. Papok szavában hisznek, vallásvezetők szavában hisznek, és az ő szavát nem ismerik. Tehát ezért mondja Jézus, hogy aki meg akarja menteni az életét, elveszíti azt. Aki meg akarja menteni a föld életét, el fogja azt veszíteni. Viszont aki elengedi az ő életét, az ő szaváért, örökre megtarthatja azt. És igen, drága emberek, a nyomás növekedni fog. Isten nagyon intenzíven figyelmeztet arra, hogy 2024-től, januártól nagyon borzalmas dolgok fognak történni, és mivel hogy az emberek a láthatókra fognak nézni, a hírekre, a vallásvezetőkre, a politikai vezetőkre, akár a szeretteik véleményére fognak támaszkodni, vagy a saját értelmükre fognak támaszkodni, el fognak veszni, mert nem az élő Isten szavára figyelnek, hanem arra, amit az emberek mondanak nekik. És mint tudjuk, Jézus tudta, hogy milyen nagy a tétje a földi életnek, annak, hogy az emberek az ő szava mellett döntsenek, ami megmentheti őket. Mi nem tudjuk, amíg nem ismerjük meg az ő szavát, nem látjuk meg a valóságot Isten szemeivel, és nem ismerjük meg Jézusnak a tanítását, az ő szavát, nem tudjuk, fogalmunk sincs, hogy mekkora a tétje a földi életnek. Megyünk, robotolunk orvérzésig, nem tudjuk, hogy miért, de megyünk és csináljuk. Gyűjtögetünk, mint a hörcsögök és a mókusok, ugye, szaladunk a mókuskerékben, és
Nem tudjuk, hogy valójában milyen nagy a tétje és az értéke a mi földi életünknek is. Ezért mi folyton a láthatókért robotolunk, a testiekért, a földiekért robotolunk, és ezért fog a lelkünk teljesen úgymond eltorzulni, kárba veszni, elkározni, ahogy mondta Jézus. Ő tudta, hogy milyen nagy a tétje a föld életnek, annak, hogy az emberek az ő szava mellett döntsenek, ami megmenthetné őket. Tudta és elmondta azt is, hogy mi lesz velük, ha továbbra is saját magukban, emberi értelemben és emberi erőben bíznak, földi vezetőket és úgymond jó barátokat, a szereteiket követnek, ugye a szereteiket követik, tehát tudja, hogy mi a következmény annak, és figyelmeztetett, hogyha embereket követsz, el fogsz veszni, a lelked is tönkre fog menni, el fog torzulni, kárba fog veszni a lelked. De tudta, hogy mekkora tétje a földi életnek. És mi következik, hogyha az emberek továbbra is embereket követnek, vallásvezetőket, politikai vezetőket követnek, vagy a saját értelmükben bíznak, vagy pedig a szeretteikben bíznak. Szinte könyörgött már nekik, hogyha másért nem, legalább az ő cselekedeteiért, amiket ő megmutatott, az általa tett csodákért higgyenek az ő szavának. Tehát szinte könyörgött, tehát így mondta az embereknek, hogy ha másért nem is, az én cselekedeteimért, az én tetteimért, az én csodáimért higgyetek nekem, hogy én az Istentől jövök, és az igazságot mondom nektek. Hogy megmenekülhessetek. És tudjuk, hogy akik hittek neki, meg is menekültek. És már testben láthatták a mennyet, mint István. István is a halál előtt látta mennyet. És nem muszáj mi Istvánról beszéljünk, emberek, mert mi, akik beszélhettünk már évek óta, már a Covid időszak alatt is, Istennek a szaváról is megmutattuk, hogy Jézus szavának a fényében mekkora őrültség ez a Covid, és mi történik. Arról beszéltünk, mi is láthattuk a mennyet valamilyen mértékben. Igen, drága emberek, erről is beszámoltunk, hogy a mindenható Istenekünk betekintést engedett a mennyek országában, hogy ne vakul higgyünk, mert tudta, hogy milyen hitetlenek vagyunk, ezért megengedte, hogy valamilyen szinten lássuk mi is a mennyet. Mint ahogy Jézus megengedte, azt hiszem, Jánosnak talán, és Péternek, hogy betekintést nyerenek a mennyek országába, úgymond abba a dimenzióban, amiről beszélt, ugye, bár nem szívesen nevezem így dimenziónak, ugye, mert a szó eléggé, hogy mondjam, rossz helyen használatos, de igen, ez egy más világ, emberek, egy teljesen magas szintű világ, az emberi értelem fel sem foghatja. Amikor felment arra a hegyre, és megjelent neki Mózes és Illés, János és Péter látták azt, talán Jakab, nem tudom, milyen ki volt ottan, és valósággal rosszul lettek, tehát megzavarodtak, azt sem tudtak, hogy azt nem tudták, hogy mit csináljanak. Mondta, hogy mester, hallod-e, hát készítünk egy sáj, ja, mester, milyen jó itt nekünk. Tehát így teljesen meg voltak zavarodva, mert látták a mennyet. Azt mondja, mester, milyen jó itt nekünk. Azt mondja, készítünk egy sátrat, egyet Mózesnek, egyet Illésnek, és egyet neked, mester, maradjunk itt. Azt mondja, Jézus, fiúk, vissza kell menjünk. Nekünk még a világban dolgunk van. Tehát Isten nekik is megmutatta a mennyet, és nekünk is különböző formában betekintést engedett a mennyek országába. Hogyha valaki nem hisz nekünk, mi nem várhatjuk, hogy mindenki higgyen nekünk, de elmondjuk azt, hogyha valaki alázattal és szerénységgel fordul Istenhez, ő is megláthatja a mennyek országát. Betekintést nyerhet. Persze először meg kell lássa a saját bűneit, amelyek elválasztják őt, azt a sok hiába valóságot, amit ő felhalmozott egész életében, amelyek elválasztják őt a mindenható Istentől. És igen, Isten már most is megengedi, hogy betekintést nyerjünk a mennybe, sőt, nekünk azt is megengedte, hogy betekintést nyerjünk a pokolba, hogy mondjuk el, hogy az is létezik, emberek, nem csak a Bibliában, nem csak a vallásban, valóságosan létezik a pokol, és sokak számára már itt a földön el fog kezdődni a pokol. Akik hittek neki, meg is menekültek, és már testben is láthatták a mennyet, mint István. Azokat, akik nem hittek, bedarált a rendszer. Mi történt Jézus idejében, emberek? Azokkal, akik nem hittek az ő szavának, bedarált a rendszer. Az emberek által létrehozott vallási és politikai rendszerek felemésztették őket, mint ahogy ma is történik. Vallási, politikai rendszerek felemésztik az emberek lelkét, valósággal kizsákmányolják őket. Éppen úgy, mint a Covid időszak alatt is, ahogy történt, amikor is a vallási és a politikai vezetők más elöljárókkal és hírességekkel karöltve
egyetértettek abban, hogy a vakcina az egyedüli megoldás. Tehát emberek által jónak hitt vallási és politikai vezetők, majdhogy nem szentnek hitt, bálványozott vallási vezetők hirdették azt, hogy a vakcina egyedüli megoldás. Böjte azt mondta, hogy oltás egyenlő oltalom. Tehát Istennel egyenlővé tette, ő az oltalmazó, mindenható Isten, és ez az őrült, azt kell mondjam, hogy őrült, egyenlővé tette az oltást az oltalommal, és azt hirdette. És hányszor mondtam, és hányszor elmondtam azt is, hogy én ezt nem kárhoztatással mondtam, én nem kívánom, hogy Böjte elvesszen, de hogyha ő megmarad az hazugságban, az ostobaságban, az Isten káromlásban, a fertelmességben, ő még mindig a pokol útján jár, Böjte még mindig a pokol útján jár, és a pokol útján vezeti emberek tömegeit. Emberek, ez történik. És ezt elmondtam, és azért mondtam, hogyha meghallja, ő is kapjon esélyt a megmenekülésre. Mert addig, amíg hazudik Isten nevében, és az embereket viszi a vesztelembe, addig nincs, ahogy megmeneküljön. Mert ő maga is a kárhozat útján jár. Ezt többször elmondhatta. Éppen úgy, mint a Covid időszak alatt, amikor is a vallási és a politikai vezetők más előjárókkal és hírességekkel karöltve, celebekkel, színészekkel karöltve egyetértettek abban, hogy a vakcina az egyedüli megoldás, és meggyőzték az embereket erről, akik közül a rossz döntés miatt rengetegen megbetegedtek és elvesztek. Sokan nem is tudják, hogy a vakcina okozta, a vakcina indukálta azt a betegséget, amivel azóta is szenvednek. Sokan nem is tudják, még mindig tagadják, még mindig tagadásban vannak. De akik tagadják, hogy mentek bele a csapdába, hogy meneküljenek meg. Aki tagadja, hogy el van törve a lába, és nyílt törés van rajta, és vérzik, hogy meneküljön meg. Jó, nekem nincs el törve a lába, nincsen semmi bajom. Közben vérzik, a barátaim látják, hogy vérzik a lába, el fogok vérezni, de én tagadom, jaj, én önmagamat meggyógyítom, meg nem kell nekem orvos, meg minden. És elvérzek. Ugyanígy történik nagyon sok emberrel most, hogy tagadják azt, hogy a rossz döntés miatt, mert embereket követtek, hazug sarlatánokat követtek, vallási és politikai vezetőket követtek, és nem a lelkiismereten keresztül az élő Isten szavát, nem azt követték. Az anyósét, meg apukáit, meg anyukáit, meg mindenkit belementek az oltakozásba, és tagadják, hogy amiatt betegek, hogyan meneküljenek meg az ilyen emberek, akik még mindig tagadásban vannak, tagadják azt, hogy a rossz döntés miatt, mert a vakcinának nem volt semmi keresni való az ember vérében. Mert azáltal, hogy az emberiség azt állította, hogy az Úristen nem végzett jó munkát az embernek a vérével, azt ki kellett még egészíteni valami emberi készítménnyel, ilyen génmódosító készítménnyel. És ennek következtében rengetegen megbetegedtek, és rengetegen elpusztultak világszinte. Aki ezt még mindig tagadja, nincs, ahogy meggyógyuljon. És bizonságot teszek az ég és a föld teremtője előtt, és az embertársaim számára, hogy akik hittek a szavunknak, és megértették, hogy hol hibázott az ő döntésük, Isten még ebből is meggyógyította egyes hallgatókat, amikor beszéltünk a Covid alatt, és felvették a vakcinát, és nagyon durván megbetegedtek, Isten meggyógyította, mert beismerték, hogy rossz döntést hoztak, és Isten csak ezt várja tőlünk, hogy ismerjük be, hogy embereket követünk, emberkövetők vagyunk, emberi értelemben bízunk, és nem az ő bölcsességében. És aki beismerte, azt Isten meggyógyította emberek. A Covid időszak alatt, még az oltás mellékhatásaiból, még azt is elnézte, egy vagy két oltást, kettőről tudok, aki hármat felvett, olyanról nem tudok, hogy Isten meggyógyította volna, olyanról még nem hallottam, aki felvett hármat, és még mindig beteg, még mindig gyógyszerfüggő, azoknak ugye ez a három, ugye, tehát kettő vagy három tanul, amikor az ember harmadjára is kijelenti azt, hogy ő a vakcinában akar bízni, és nem az élő Istenben. Az ember az már nincs, hogy megmenteni, mert ő háromszor megerősíti a döntését. Volt, hogy valaki egyszer vagy kétszer döntött úgy, hogy ő emberekben bízik, és őszintén megbánta, és rájött arra, hogy hibás döntés volt, és Isten megmentette. Ilyenek történtek. Hallották a szavainkat, és Isten megmentette őket. Ez történt. És igen, eközben sokan azok közül, akik az élő Isten szavának hittek, még csak megfázási tüneteket sem produkáltak. Én is el tudom mondani, hogy Covid alatt nem volt semmilyen bajom. A végén, amikor már ugye az emberek már mentek strandolni, akkor engedtem meg Isten, picit megbetegedjek, és akkor is okkal engedtem meg. Nem Covidos voltam, Isten megengedte, hogy megbetegedjek. Egész Covid alatt nem volt maszk az arcomon, Isten nem engedte, hogy feltegyem, és nem szedtem semmilyen vitamint több mint 10 éve, vagy
tizen vagy közel 20 éve nem szedtem semmilyen gyógyszert, és az Úristen megsegít, nem is fogok szedni semmilyen gyógyszert. És bizonságot tettünk arról, hogy meg sem betegedtünk, akik ragaszkodtak az élő Isten szavához, nem a médiához, nem a Facebookhoz, nem az alternatív médiához, és nem a telefont simogatták, hanem a, úgymond az élő Isten szavát simogatták az ő szívükben. Bevették azt, meg sem betegedtek emberek. Maszk nélkül jártak, semmilyen teszt, semmilyen oltás, meg sem betegedtek. Na ilyen az élő Isten oltalma, amit az emberek figyelmen kívül hagytak. Teljes mértékben. Azt hitték, hogy hülyék vagyunk, de akik azt hitték, hogy hülyék vagyunk, mi, akik erről beszéltünk, azok sokan el vannak már temetve emberek. Borzalmas, hogy erről kell beszéljek, de ez történt, sokan már el vannak temetve, akik azt hitték, hogy hülyék vagyunk. Tehát egyesek még, tehát semmilyen, még csak megfázási tüneteket sem produkáltak egész COVID időszak alatt, és ez nem az érdemük volt, hanem a mindenható Isten kegyelme. Nem teszteltettek, nem oltattak. Ahelyett arról beszéltek, hogy Jézus szava által ma is meg lehet gyógyulni, és oltalmat lehet nyerni mindenféle betegséggel és emberek által létrehozott vírusokkal, mérgekkel szemben. Egyesek, akik hallgatták a beszédünket, örömmel fogadták, minden betegségből meggyógyultak. Ezt is elmondtuk. Tehát folyamatosan tudósítottunk. Pontosan, mint egy riporter televízióban a híreket adtuk. Tehát az örömhír, nem a lenti híreket, nem a földi híreket, nem a vakcina híreket, nem a lélegeztetőgép híreket, nem a COVID híreket, hanem a fenti híreket, az örömhírt, amit Isten megmutatott Jézus által 2000 évvel ezelőtt. Azt adtuk tovább. Mások pedig, ahogy az előbb is mondtam, az oltás mellékhatásaiból kaptak gyógyulást, annak bizonságául, hogy amit hallhattak, élő igazság. Annak bizonságául, hogy amit hallhattak, élő igazság. Ugyanez a történet fog, drága emberek. A szívem szakad meg, valóságos fájdalmat érzek a szívemben, fizikai fájdalmat érzek a szívem, a lelkemben, a szívemben is. A szívem szakad meg, hogy ugyanez a történet fog ismétlődni újból, de sokkal erőteljesebben és intenzívebben. Sokan, akik nem válaszolnak erre a hívó szóra, és hangsúlyozom emberek, én nem magamhoz hívom az embereket, a hallgatókat, nincs nekem semmilyen szeretetem, semmilyen szektám, semmilyen vallásom, én nem magamhoz hívlak, hanem elmondom egyszerűen, hogy mit mond a mindenható Isten, aki engemet megérintett és feltámasztott a lelki halálból. Fordulj személyesen Jézus Krisztushoz, ismerd meg az ő szavát, olvasd el a 4 evangéliumot, az alapok abban vannak, fohászkodj, és meg fogsz érteni mindent. Nem magamhoz hívlak, hanem hozzám, hogy élj, támadj fel a lelki halálból, ne kelljen embereket kövess, mert el fogsz veszni. Sokan, akik nem válaszolnak erre a hívó szóra, nem fordulnak személyesen Istenhez látásért és a bűneik bocsánatáért, és nem ismerik meg Jézus beszédét, nem fogják hallani Isten figyelmeztetését. Nem fogod hallani a lelkiismereteden keresztül Isten figyelmeztetését. Nem fogsz kapni álmokat, nem fogsz kapni látást, nem fogod tudni, mit kell cselekedni. Ezért, amikor jön a veszedelem, kénytelen leszel földi vezetőket követni, alternatív média, főáramú média, anyuka meg apuka, sogoromnak a véleménye, a barátomnak a véleménye, és így tovább, és így tovább. Földi szereteidben fogsz hinni, vagy a saját értelmedre fogsz támaszkodni, és el fogsz veszni ember. Féltéssel mondom, féltéssel, hogy menekülj meg, ne járj úgy, mint ahogy jártak egyesek a COVID időszak alatt. Számodra, jól figyelj, számodra talán ez volt az utolsó figyelmeztetés, miszerint aki Isten szava helyett emberek szavára fog hallgatni, el fog veszni. Féltéssel szólok, féltéssel figyelmeztetlek. Ezt mondja Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak én általam. Ne emberekre, ne vallási és politikai vezetőkre figyelj, ne a jó barátokra figyelj, az ő véleményükre, és ne a saját értelmedre támaszkodj, mert elveszel ember, el fogsz veszni. Választ inkább az életet ma, amíg még megteheted. Tudjál arról, hogy te e szavak által a mindenható Isten kegyelméből egy újabb, talán egy utolsó hívást és esélyt kaptál az életre. Ha megértetted ezeket a szavakat, megkérlek, küldd el ismerőseidnek ezt a figyelmeztetést, hogy mások is esélyt kapjanak a megmenekülésre és az életre. Ingyen kaptátok,
ingyen adjátok, embert osszátok meg, hogy minél többen hallják és olvassák, és legalább az esélyt kapják meg, mert 2023. december 31-e után már nagyon picike lesz az esély arra, hogy valaki az életet válassza. És erről beszélek a Beszélő Számok című videóban. Jelképesen megmutatom képletesen körülbelül mi történik az emberiség életében, sorsában, hogyan volt a 2023 az utolsó esztendő, a hetedik esztendő, ami ugye a hetes visszafelé mutat, a hetesnek a felső szára visszafelé. Ember, válts irányt, menj vissza, fordulj el az ostobaságtól, a divattól, az uniótól, a hazugságoktól, keresd Istent és megmenekülsz. 2023. december 31-ével le fog zárulni a hetedik esztendő, amikor az ember még megtérhetett volna az ostobaságból, a bűnökből, az életlenességből, az önimádatból, a földiekért való robotolásból, és az életet választhatta volna. 2024-től az esélyek rohamosan fognak csökkenni, és már csak nagyon kevesen fognak megmenekülni, ha egyáltalán még lesz olyan. Elmondom nagyon gyorsan az éjszakai álmot is, amiben Isten megmutatta, hogy ő milyen féltőn figyelmeztet. Szerintem a hangomból is hallatszik, hogy Isten mennyire féltőn figyelmezteti az embereket, próbálja elérni őket valahogy. Álomban én voltam a bolond udvarló, láttam egy hölgyet, akinek volt egy gyermeke. A hölgy feketében volt, talpig feketében volt öltözve, volt egy kis gyermeke ennek a hölgynek. És kerestem ezt a hölgyet, hogy beszéljek vele, hogy elmondjam neki a hírt, a jó hírt, hogy számára van esélye a megszabadulásra. És próbáltam elérni különböző módon. Egy ilyen boltban voltunk, sorbáltunk, próbáltam vele beszélni. És úgy hallgatott is rám, meg nem is. Tehát úgy láttam, hogy gondterhet, olyan sok gondja van neki, olyan sok gondolata van a fejében, hogy nem tud rám figyelni. És én teljesen hülyét csináltam magamból, követtem őt mindenhova, ahova ment, és próbáltam elérni őt, hozzáférni az ő értelméhez, hogy megszólíthassam őt. És végül bement egy ilyen föld alatti helységbe. Hát ugye ez jelképes, ez ugye lehetne egy föld alatti kocsma, de ez jelképes, ugye? Tehát visszament a munkahelyre, mert nagyon sok munkahely volt, és kellett dolgoznom, papírokkal foglalkozott meg minden, és ott is próbáltam őt megszólítani, beszélni vele, és láttam, hogy ő hiszi az én szavamat, de olyan sok gondja van, és olyan sok földi teendője van, hogy nem tud arra figyelni, nem tud arra figyelni, amit én mondok neki. És ugye ezért adtam a címet, ezt a címet, hogy a bolond udvarló, mert Isten megmutatta, hogy Jézus által, ugye, mert Jézusban ő testet öltött az igazság. Ő teljesen bolondá tette magát a mindenható Isten. Lement az olyan hitványokhoz, mint én, az olyan bűnös emberekhez, mint én. Lement a kereskedőkhöz, a vámszedőkhöz, a pornófüggő emberekhez, a testi földhöz ragadt emberekhez, a pénzfüggő emberekhez, hogy megszólítsa őket. Ezt tette Jézus, ilyen bolond módon kereste az embereket, hogy minél többet elérjen. És ezért mondja azt is, vagy Pál apostol is azt mondja, ugye, hogy én szabad vagyok, tehát én mindenkivel szemben szabad vagyok, mert engemet az Úristen szabaddá tett teljes mértékben. Mindazonáltal én mindenkinek minden évé lettem. Tehát a rabokért rabbá lettem, a vallásosokért vallásossá lettem. Tehát mindenkinek minden évé lettem, hogy minél több embert megmentsek. Tehát ezt tapasztaltam meg álomban, hogy ezt a nőt kerestem, ezt a fekete ruhás nőt, ugye, aki már gyászolta a lelkét, gyászolta az életét, őt kerestem, hogy valahogy elmondjam az örömhírt neki, hogy vegye le azt a fekete ruhát, és öltse fel a fehér ruhát, amit a mindenható Isten ad neki, amit a mindenható Isten kínál neki. És hát nem tudom, hogy mennyire figyelt, vagyis láthattam, hogy őt érdekli az igazság. A szívében láthattam, érdekli az igazság. De annyira el volt foglalva a földi teendőkkel, a földi gondokkal. Olvasd el a magvető példázatát. Az mutatja meg, hogy hogyan tűnik el a hit az emberek szívéből. És hogyan lesz a hitből vallásosság. Halott, meddő, vallásos cselekedet. Tehát azt mutatta a mindenható Isten, hogy ez az ember, ez a női személy annyira el volt foglalva a földi dolgokkal, a földi gondokkal, hogy egyszerűen nem tudott már figyelni az élő Isten szavára. Nem tudta azt elfogadni, hitte azt a szót, amit mondtam neki, de mégis alig-alig tudta fogadni, mert annyira elfoglalt volt
hogy nem tudott arra figyelni. Teljes szívemből kívánom, aki hallotta ezt a felvételt, ne legyen annyira elfoglalt, hogy ne tudja meghallani az élő Isten figyelmeztetését, és valamiképp meneküljön meg. Teljes szívemből kívánom, hogy menekülj meg. Ne hozzám gyere! Nem azért szólok, hogy hozzám gyere, ha szükséged van, hallgassál meg egy néhány kiáltószót, de fordulj az élő Istenhez, keresd, értsd meg Jézusnak a beszédét, szelídséggel, alázattal, mint gyermek, és hallani fogod az ő szavát, beszélni fog hozzád éjjel és nappal fog hozzád beszélni az élő Isten, és nem kell embereket kövess, sem vallási vezetőket, sem anyádat, sem apádat, sem a férjedet, sem a feleségedet, nem kell a haverokban bízzál, mert az élő Istennek a szavát fogod hallani, figyelmeztetni fog mindenre, és meg fogsz menekülni, mind te, mind a te gyermeket, mert a nőnek volt egy gyermek, ugye jelképesen az ő lelke, meg fog menekülni, talán a teste is, de még a gyermek is, a lelke is, ha az élő Isten szavát választja az emberek szava helyett. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!